Itt vagyunk otthon, ez a 101 Hit Beach FM. 3:48 előtt járunk, 2 perccel. Jó utat a suliba, a munkába. Kellemes reggelt mindenkinek. Órák múlva kezdetét veszi a Pécsi Napok program sorozat, majd a civil közösségek házában 9:30 lesz egy kiállítás, aztán sakjátszótér az óvodásoknak, lesznek gyerekprogramok, előadások például a Zsolnai kulturális negyedben, a Janus Pannonius Múzeumban, lesz Pécs feliratavató a Kossuth téren, ez majd 6 órakor, aztán kezdődnek a programok 7 órakor a Taob Namara Szili Band játszik, 8-kor pedig a Q-Band fog elkápráztatni minket. Holnap Karamell énekel, szombaton pedig Pápa Jóci áll a nagy színpadra, ez majd a Széchenyi téren lesz. Hogy milyen volt az elmúlt pár hónap, a nyári fesztivál szezon, és hát a tévés szereplés mellett mennyi lendület van még bennük, azt tőle tudjuk meg. Tegnap sikerült elérnem telefonon. Hát igen, bár mindenhol látható vagy az általában, azt hiszem, hogy keresztül kasuljártuk az országot, és járjuk is. Aztán most ugye bekövetkezett a kérdése, hogy gondold, azért ez egy fáradtó időszak vége, szóval, hogy a szezon vége, de azért a koncerteket, amikor adjuk, akkor mindig valami onnan, ahonnan nem is tudjuk, jön egy olyan erőre kapunk, az egész csapatom nevében mondhatom ezt, hogy olyan stenkás, hogy azt hiszem, hogy hiány még soha nem volt sehol. Jó ezt hallani. Milyen egyébként most tehetségkutatóban lenni? Megfordult a kocka, ugye most te vagy a zsűri. Milyenek szerinted a feltörekvő tehetségek? Hát nekem a legjobb érzés az, amikor tehetséges emberekkel találkozom. Nem gondoltam volna, hogy ennyi tehetséges ember lapul még a mi kis országunkban, és ezt nagyon jó felismerni. Karamellel is dolgoztál együtt, ugye idén kijött egy olyan sláger, amiben ő is részt vett, ő is egyébként fel fog lépni majd itt Pécsen. Milyen volt a közös munka? Jó barátok vagytok, vagy inkább szakmai kapcsolat? Bátran mondhatom, hogy szerintem a legjobb barátságban vagyunk egymással, és az ő vele a közös munka semmi az nem hasonlítható, valami részlet van nála. Ami nagyon-nagyon különleges, és ezt nagyon jó együtt megjönni. Ezt a dalt sem hagyjátok ki, játszani fogjátok, ugye? Természetesen. Milyen lesz a pécsi koncert? Hogy készültök? Hú, hát az mi koncertünk általában úgy van felépítve, hogy nagyon hullámzó és nagyon visz magával. A mélyből a magasba, a magasból a mélybe. Szóval ez egy jó kis hullámvasútlet, úgyhogy üzenem mindenkinek, hogy jöjjenek. Pápa Jocinak köszönjük szépen, szombaton a nagy színpadon lesz koncert 8:30. Most viszont Shakira énekel a pécsi slágerek közt, forog a Whenever, Wherever.